Nem hinném, hogy csak manapság divat az, hogy példaképeket állítunk magunk elé. Szerintem ez mindig is így volt, amióta az ember gondolkozik, vagy amióta az ember látja, hogy rajta kívül más is él, és bárki más eredményeket ér el körülötte. Természetesen akkor, amikor nézünk másokat, akkor látjuk azt, hogy ők irigylésre méltó, vagy nem éppen irigylésre méltó életet élnek, tehát akarjuk azt az életet, vagy sem. Ha akarjuk, akkor az egyik módja az, hogy elkezdjük követni őket, elkezdjük utánozni azt, amit csinálnak. Ez egyfajta irigylés, amely egy pozitív értelmű irigylés, tehát, hogy szeretnénk olyat, amit ő csinál, megértjük azt, hogy mit csinál, és utánozva tanulunk tőle. Az ember utánzás alapján tanul, a gyerek is így tanul, megismétli azt, amit maga körül lát, és ahogy megismétli, elkezdi tapasztalni azoknak az eredményeit. A felnőtt már nem így tanul, a felnőttben már ott van az irigylés, ez azt jelenti, hogy nem mindent ismétel meg, csak azokat a dolgokat ismétli meg, amelyek számára szimpatikusak, amelyek meg nem, azt nem csinálja. A gyereknél nincsen ilyen elvárás, nincs ilyen prekoncepció, hogy én el fogom érni azt az eredményt, amit a másik, de nem mindent akarok belőle csinálni. A gyerek úgy, ahogy van, leutánozza a szüleit, a körülötte lévő nyüzsgő embereket, válogatás nélkül. És akkor, amikor kapja az eredményeket, eldönti, hogy neki van kedve folytatni, vagy nincs kedve folytatni. Nagyon veszélyes éppen ezért a felnőtt számára az, hogy lát példaképeket a Facebookon, az különböző online médiákban, és elkezdi azokat az elemeket utánozni, amelyeket ott megosztanak. Tehát az első dolga, hogy drága autót vesz, a második dolga, hogy drága lakásra gyűjt, aztán drága órák, drága ruhák, drága minden drága, mert úgy gondolja, hogy ez fogja jellemezni az ő jólétét. De ez nem így van, a jólét az egyfajta érzés, egyfajta kielégülés, amely körüllengi azt az embert, ezt érezzük meg, viszont látni csak a külsőségeket látjuk. Ahhoz, hogy megkapjuk azt az eredményt, amelyet az az ember már megkapott, ahhoz nem csak a külsőségeket kell utánozni, hanem azt, ahogyan ő viselkedik, amit ő csinál. Tehát feltétel nélkül el kell fogadni mindent, amit ő csinál, mindent utánozni kell, és természetesen ezeket az eseményeket, amiket ő csinál és mi utánzunk, rá kell húzni saját magunk életére, tehát nem pont azt csináljuk, amit ő, hanem úgy fogjuk majd megjeleníteni az életünkben, ami ránk jobban jellemző, sokkal inkább illik. Tehát ha túl nagy a távolság, mondjuk a példakép és köztem, akkor nem szabad olyan nagyot lépni, hanem meg kell nézni, hogy mi a lényeg az ő viselkedésében, az életében, és ezt a lényeget kell behozni, és ennek kell megfelelni a saját életemben. Így lesz egy másolata annak a példaképnek, méghozzá egy olyan másolata, amely az értékeket másolja le, és nem azt, ami majd egyébként felesleges. Azt is mondhatnám, hogy könnyű ezt meghatározni, hogy mi érték és mi nem. Minden, amit látsz a médiában, és mindent, amit látsz az online médiában, amit megosztanak az emberek magukról, hogy nézd, milyen jól élek, ez mind a lényegtelen rész lesz, és minden más, amihez annyira nincsen kedved, hirtelen, csak akkor, hogyha mélyen belegondolsz, azok lesznek az értékek. Így tudsz majd különbséget tenni érték és értéktelen viselkedés között. Tehát a példaképeket használjuk helyesen. A példaképekben lássuk meg az igazi embert és az ember mögötti értékeket. Ezeket kell követni, és akkor te magad példaképe leszel egy másik embernek. Természetesen előbb-utóbb nem úszod meg, hogy a külsőségeket megoszd másokkal, előbb-utóbb nem úszod meg, hogy felhívd magadra a figyelmedet, mert át akarod adni a tudásodat, de ezt egy megfelelő
és egészséges arányjal kell valahogy prezentálni az emberek felé. Így válhatsz te is példaképé, de az első feladat, hogy te feltétel nélkül hatalmas bizalommal utánozz, kövesd az előtted haladót. Pont úgy, mint ahogy egy kocsi a mozdonyt a sineken keresztül soha nem tér le. Akkor, amikor beért a városba, a végállomásra, akkor le lehet szállni, le lehet csatolni ezt a kocsit, és a városba bárhova el lehet kalandozni a saját szabadságodon keresztül. De addig, amíg nem értél a célig, addig bizalommal, feltétel nélkül kell követned az előtted haladót. Fontos kiemelnem azt, hogy a tanulási folyamatoknak ez csak az egyik fajta rendszere, a lineáris tanulás, amikor közvetlenül követünk valakit, és nem térünk le az útról. Akkor van az utánzás, akkor van a kiemelése ezeknek az információknak, amelyet utánzunk az előttünk lévőnél. Léteznek más rendszerek is, más rendszerekről is kell tudnunk, azokban is kell tudjunk tanulni. Ezekről a rendszerekről majd a videótárban fogunk a prémium vlogokban beszélni sokkal több. Keressétek a prémium vlogokban az ehhez tartozó témákat.